A bútorokat biztosította a beliani.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu. Az egy kanapén egy saját gyártású műsor. Ha támogatnád a munkánkat, rendelj egy menő pólót a mottót.hu-ról, vagy ha kíváncsi vagy a videók bővített változatára, válaszd a csatornatagság funkciót. Egy kanapén Steiner Kristóffal. Üdvözletem mindenkinek, szép jó napot kívánok, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltime YouTube csatorna, és egy újabb Egy kanapén rész. A mai vendégem, megosztó személyiség, pláne aki mondjuk látta DJ-zni őt bizonyos fesztiválokon vagy bulikon, sok mindent gondolhat róla, de hogy mi a valóság, azt most megtudhatjuk, ugyanis itt van velem Steiner Kristóf. Hello! Szia! Hello! Köszönöm, Fiú, hogy lehetek. Ne viccelj, megfoghatom a hajad, nagyon... Amikor... Ez nagyon durva. Miért van ennyi? Miért van ennyi? Hány nő gyűlöl téged, hogy... Rendszeresen megkapom ezt lányoktól, miért nem nekem van ilyen hajam? De hozzá kell tennem, nem tudom, hogy emiatt most örülni fognak emberek kárörvendően, vagy még jobban fognak gyűlölni, de azért én is veszítem el a hajam. Tehát most már közel 40 éves vagyok, és hiszitek vagy nem, ez ami most van, ez úgy kb. A fele annak, ami volt mondjuk 3 évvel ezelőtt. Aha, szép lehetett, amikor igen, kétszer ennyi volt. Na figyú, azt olvastam rólad, ami engem egyébként nagyon meglepett, és lehet, hogy mások se tudják, hogy te ilyen hippi buddhista családban születtél, nőttél fel, hogy ezt hogy kell elképzelni? Igen, a szüleim elég, nem tradicionális emberek voltak, vagy mondjuk úgy. Amikor megszülettem, akkor mind a ketten abszolút így a hippi mozgalommal azonosultak, az apukámnak körülbelül ilyen hosszú haja volt, mint nekem. Volt, hogy illegális útlevéllel költözött ki Hollandiába, az anyukám éppen Olaszországba készült táncos nőnek, tehát mind a ketten elég alternatív életet éltek. És aztán a buddhizmus az akkor került be a képbe, amikor én olyan körülbelül 2 éves voltam. És a szüleim addigra már egy picit úgy kezdtek lehiggadni. Még mindig lázadó emberek voltak, és még mindig a dobozon kívül gondolkodtak, de egy picit már vágytak arra, hogy legyen egy struktúra az életükben. És a buddhizmus, vagy alapvetően talán a spiritualitás volt az, ami egy picit úgy irányba tette őket. A buddhizmusnak az egyik alapgondolata az, hogy ne árts sem másoknak, sem saját magadnak. És a másik pedig az, hogy minden mulandó. Úgyhogy ez a két motto volt az, ami alapvetően meghatározta az életemet. Akkor te azért lettél meleg, gondolom, mert a szüleid ennyire szabad elvűek voltak, nyilvánvalóan. Biztos vagyok benne. Jól van. Csak hogy tisztázzak, mindenki számára tiszta legyen, hogy így lesznek a melegek, hogyha szabad elvűek a szülők, akkor ez igen. Hát ez olyannyira hangsúlyos, hogy egyébként is én nem csak a homoszexualitás kapcsán, hanem bármi probléma kapcsán azt szoktam mondani, hogy a szülőhibáztatás az egyébként tényleg a legautomatikusabb és sztereotipikusabb dolog, amikor bármiről szó van. Tehát nyilván persze, hogy hatásra vannak ránk a szüleink, természetes, és ez egy nyilván lehet egy jó dolog is, meg egy rossz dolog is, de mindannyian szabad akaratú emberek vagyunk, mindannyiunk hozunk magunkkal egy csomagot, ami még korábbról származik, mint hogy egyáltalán a szüleink elkezdtek volna nevelni minket. Úgyhogy tényleg nem csak a melegség kapcsán, hanem bármi más kapcsán azt mondani, hogy persze a szülei ilyenek, olyanok, amolyanok, az számomra olyan, mint egy ilyen Joker kártya felmutatni, tehát hogy egy picit olcsó. Cseperedtél egészen odaig, cseperedtél, ugye iskola, színművészetire készültél, szerettél volna bejutni, ott közben teltek, múltak az évek, de a második rostán azt mondták neked, hogy te túl sok vagy. Mire gondolhattak itt? Nem is értem, komolyan. Mire érthették ezt, Kristóf? Igen, hát biztos, hogy sok voltam, tehát mostanra azért egy csomót nyugodtam le felé, és most is nyilván azért tudok sok lenni, úgyhogy el tudom képzelni, hogy 14-15 évesen egy picit ijesztő lehettem ebben a közegben, ahol azért mégiscsak egy picit úgy főként intellektuálisabb embereket keres, vagy intellektuálisabbnak tűnő embereket kerestek, inkább azt mondanám, mert én nyilván
egy csomó minden érdekelt, meg egy csomó minden foglalkoztatott, de ha valaki rám nézett 15 évesen, akkor valószínűleg azt látta, hogy annyi energia van bennem, hogy mindjárt felrepülök, és a Marson kötök ki. Tehát tényleg egy ilyen állandóan csapongó energiagóc voltam. És nem is hibáztatom a színművészetit semmilyen szinten, már csak azért sem, mert nagyon örülök, hogy végül nem vettek föl, hiszen egy évvel később elkezdtem szinkronizálni, a tévés munkáim beindultak, és én addigra már... Színházi meló is volt, ugye, Básti Ülékkal, Rebeka, meg a képzelt riportársai. És tehát tényleg úgy éreztem, hogy szomorú lett volna, hogyha fölvesznek. Hát illetve sose tudjuk meg. Sose tudjuk meg, de mégis. Nagyon-nagyon sok színész barátom van, aki úgy kijárta az iskolákat, és túl jól ismerem ezt a közeget, és anélkül, hogy magára a közegre bármi rosszat mondanék, mert nyilván van, akinek ez a helye, nekem nem. Tehát, hogy én tökre értem, amit mondasz, persze, tehát, hogy te nélkül is megcsináltad tulajdonképpen, sőt, lehet, hogy többet is csináltál, sőt, kötetlenebb voltál talán, vagy szabadabb is voltál. Ez a lényeg, tehát az én karakteremhez egyszerűen igen. Az, hogy bebetonozzanak egy színházba, ahol én minden este ugyanazokkal az arcokkal a színészbüfében megváltom a világot, és évadról évadra ugyanazok az emberek vesznek körül, egyszerűen nekem ez se munkahelyen, se magazinnál, sehol nem tudtam úgy megmaradni egy klasszikus munkahelyen, munkakörben, hogy nem érjük. Tehát én felrobbanok, ha nincs változás körülöttem. Szoktál így drámázni? De kelted magad körül, hogyha nem tudom, tehát hogy mondjuk arra gondolok, ha nagyon uncsi, akkor van valami Steiner Kristófos buzi hiszti itt a környéken, amit itt nem tudom, hogy valami történjen körülötted? Én nagyon-nagyon hisztis voltam régebben, de körülbelül egy olyan 5 évvel ezelőtt ez elkezdett valahogy lecsitulni, és azóta folyamatosan csitul, és mostanra, ha el is vesztem a türelmem, akkor nagyon hamar visszaszerzem az egyensúlyomat, egyszerűen azért, mert annyira kimerít már a drámázás, hogy valamiért régebben energiát adott, régebben úgy éreztem, hogy ha mindent a földhöz baszok, és üvöltök, és hibáztatok, akkor abból én energiát nyerek, de valamiért, ahogy haladt előle az idő, azt éreztem, hogy minden ilyen után végül úgy éreztem, hogy miért kellett most ez nekem, és hogy már fáj a torkom az üvöltéstől, már végül úgyis nekem összepakolni. Valószínűleg igen. Valószínűleg. Hála az égnek. De amit szoktam érezni a mai napig, és ez egy picit valószínűleg drámaian hangzik az embereknek, a Nimi a párom szokott rajta röhögni, hogy mindig azt mondom, hogy mindjárt idegösszeroppanást kapok. Én mindjárt sztrókot kapok. Én nem hiszem, én sztrókot kapok. 30 éves koromra sztrókom lesz. Én az idegösszeroppanást. És bizonyos helyzetekben azt is emlegetem, hogy most nagyon más, amióta Görögországba költöztünk, tehát azóta sokkal nyugodtabb vagyok, de ha Tel Avivban maradtunk volna, akkor biztos, hogy elmegyógyintézetben kötök ki végül. Tehát, hogy tényleg ez a nyugalom, ami körülvesz minket, ez nagyon sokat számít. Említetted ugye a Viva TV-t, ahol 2002-ben kerültél oda, és hát nem csak úgy, igen, nem csak úgy, hát állítólag. Ah. 2002-ben nem csak úgy oda kerültél, hanem a közönség szavazta meg, hogy te legyél az új paradicsommadár a tévében, aki jön a kis hidrogén hajával és a Tenyered című műsor, tehát hogy nekem ez annyira beleégett a retinámba, amikor azt mondod, és jön a tenyered, és meg a szexi vagy nem, úristen, igen. Tehát ezek a műsorok nyilván ma már így visszanézve, nagyon viccesek. Igen, és bekerültél a tévébe, és műsort vezettél, szerkesztettél akár, és 2004-ben úgy gondoltad, hogy akkor hello, sziasztok, meleg vagyok, hozzá le a Blik. Miért döntöttél így? Egyébként a vélemények megosztanak, több infót is találunk erről, de hogy állítólag híres emberként te voltál az első, aki ezt nagyon direktben megtette. Miért érezted ezt fontosnak? Egyrészt pont azért, mert bár voltak előttem úgymond közéleti szereplők, de inkább úgymond komolyabb szénából, aki előállt azzal, hogy meleg, de úgy éreztem, hogy ez a populáris kultúra közegében egy nagyon fontos dolog, hogy végre valaki legyen, aki kimondja ezt, mert túl sokan vagyunk ahhoz,
hogy mindannyian attól féljünk életünk végéig, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy vajon negatív hatással lesz a karrierünkre, hogy vajon kirúgnak-e. Mondjuk azért a te személyed túl sok kérdés nem hagyott, nem? Tehát bár azért... nem, de a tévé nagyon komolyan vette azt, hogy ez, erről ne kerüljön ki soha semmi. Tehát, hogy minden újságíró megkérdezte tőlem, hogy is mi újság a párkapcsolattal, és nekem kötelességem volt azt válaszolni, hogy hát most semmi különös, kivárok, majd biztos lesz. Tehát a Vivánál valami. Konkrétan tagadnod kellett, vagy ködösítened kellett? Ködösítenem, igen. És bár azt nem kérték, hogy tagadjak, de az konkrétan, és ez nagyon fontos hozzátennem, hogy ez a nagyon régi vezetés, tehát hogy később hát közel 20 éves, persze. Igen, tehát hogy később a Vivát ugye megvette az MTV-t is birtokló Viacom, és ez már egy teljesen más közeget hozott magával, tehát rendszeresen visszajárok Pride előadásokat tartani, náluk DJ-ztem a kamionon, de akkoriban az volt a sajtóosztálynak az alapvető véleménye, hogy soha nem lesz ebből cikk, és hogy soha nem lesz olyan, hogy mondjuk egy magazin bemutatja azt, hogy én és a párom hol vagy hogyan élünk, mint ahogy ezt egy heteroszexuális párral bármelyik bulvárlap megteszi. És másrészt pedig azért volt fontos számomra, hogy előálljak vele, mert egyszerűen tarthatatlan és fenntartatlan volt. Tehát ahogy te is mondtad, én azért nem titkolóztam, tehát nyilván nem próbáltam úgy csinálni, mintha hetero lennék, sőt, szerintem sokszor rá is tettem néhány lapáttal, tehát úgy éreztem, hogy ez... Igen, megerősítelek, igen. Szóval, hogy úgy éreztem, hogy ez egy ilyen félkész karakter, amit én mutatok a tévében, anélkül, hogy oda tenném mellé azt, hogy és igen, a feltételezések igazak, valóban meleg vagyok. De akkor hogy lett az, hogy mégis Blick címlap lett abból, hogy Steiner Kristóf meleg? Ez egy nagyon egyszerű dolog volt. Szerintem közös ismerősünk is talán a Lakatos Levente. Ő akkor most már vámpír regényeket ír, de akkor még a Blicknél dolgozott újságíróként. Hát, és hogy melyiknél volt tehetségesebb, ezt ugye nem tudom. Mert... Nagyon nehéz eltönteni. De szép. És de legalább szép. Mindegy, ő már rég letiltott az Instagramról. Tényleg. Persze. Szerintem egyébként szerintem tök ügyesen pozícionálta be magát. Tehát, hogy nem, ehhez is tök nagy tehetség kell szerintem. És bevallom, hogy én a vámpír regényeit nem olvastam, úgyhogy lehet, hogy tényleg zseniálisak. Én sem. Mindegy. Nem mi vagyunk, egy fiatalabb lányok a célcsoport, úgy gondolom. Igen, de majd lehet, hogy majd nem tudom, kérek majd egy dedikált példát. Majd egy felolvasó. Igen. Szóval, hogy a Levente a Blicknél dolgozott, és ő időről időre bedobta ezt nekem, hogy mikor írjuk már meg, hogy meleg vagy. És mindig mondtam, hogy tudod, hogy nem lehet. Tudod. Milyen furcsa, hogy Leventét mennyire érdekelt ez a coming out téma. Igen. Ő úgy érezte, hogy ez egy tök jó sztori, és valószínűleg úgy is érezte, hogy talán a társadalomnak is sokat adhat, hogyha valaki... És ha vállalt fel magad, ugye? Igen, ez egy fontos. Igen, ez fontos. És aztán egy ponton azt mondtam neki, hogy tudod mit? Csináld. Tehát mondtam neki, hogy a Vivától engedélyt nem fogsz kapni, hivatalos fotókat nem fogsz kapni, tőlem egy új idézetet nem fogsz tudni kapni, mert én hivatalosan nem nyilatkozhatok ehhez a cikkhez, viszont az, hogy ez a cikk megszületik-e vagy nem, azt én nem tudom kontrollálni, úgymond. Tehát én tudtam, hogy innentől kezdve, hogy mondta, hogy de nem fogsz utálni, nem fogsz beperelni, mondom, azt csinálsz, amit akarsz. Te tulajdonképpen nem engedted, hanem igen. Szemet hunyt el felette, nagyjából, vagy hogy is mondjam. Mit szólt ez a Viva? Nem örültek. Nem? Kristóf, beszédünk van veled. Igen, volt ilyen? Igen. Igen, és hát nyilván az, hogy a Levente ezt megírta, én ezt nem titkolom, hogy örültem neki, és abszolút nagyra értékelem azt, hogy egy olyan napilap, ami a mai napig olyan közönséggel bír, ami egyébként nem feltétlenül nyitott ezekre a dolgokra, ezt,
ezt egy címlap sztoriként merte vállalni. Szerintem ez egy tök nagy dolog volt akkoriban. Ezért megnyugtatlak, hogy ez nem a te kedvedért volt így. Tehát, hogy ez a csilingelő kassa miatt volt így. Nyilván akkor még online sem volt, tehát, hogy minden eladott példányszám után valaki ott nagyon örült ennek valószínűleg. Ez tény is való, de ezzel együtt egy ilyen lap megkockáztatja ezzel azt, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy soha többet nem veszem, így van, így van. Én többet ezt nem veszem. Persze. Úgyhogy tulajdonképpen behívtak egy beszélgetésre, felelősségre vontak, megkérdezték, hogy tudtam-e róla, nem tagadtam, mondtam, hogy mi a Leventével beszélő viszonyban vagyunk, és hogy beszélgettünk erről, de hogy nem láttam, osztam a cikket, meg nem néztem meg, hogy mi lesz a végleges szalagcím, meg ilyenek, tehát hogy ilyen szinten nem tudtam róla. És végül nyilván hát mit tehettek volna, nem sodrottak az árral. Így van. Igen. Így van. De nem lett belőle, tehát hogy nem volt az, nem, tehát valaki megvette a bliket, tényleg, úristen, ezt soha nem gondoltam volna, tehát ez valószínűleg nem volt az, ez egy ilyen, azon a napon tényleg jól mehetnek a blikkek, de hogy szerintem kb. Ennyi. A anyukád halál azért téged eléggé tacsra vágott, gondolom akkor ezért is dobbantottál, mentél Indiába. Mennyi idő volt, míg mondjuk ezt feldolgoztad, és azt tudtad mondani, hogy oké, megrázom magam, tehát hogy, és akkor új élet csináljuk, amit kell. Ez nem annyira egy ilyen határvonal volt, amitől kezdve megráztam magam, hanem kicsit olyan volt inkább, mint hogyha újra járni tanulna az ember, hogy ez egy ilyen fokozatos dolog, és valóban nagyon szarul voltam, nem csak a mama halála kapcsán, hanem úgy minden, tehát hogy én ilyen körülbelül az első 2-3 évem a Vivában az csodás volt, és abszolút azt éreztem, hogy megtaláltam a helyem, de utána nagyon hirtelen bedarált ez az egész történet, és elkezdtem felfedezni azt, amit te is egészen biztosan nagyon jól tudsz, hogy ez az egész kereskedelmi tévézés történet mennyire komoly vastag bőrt kíván az embertől, hogy egy csomó helyzetben egyetértés születik valamivel kapcsolatban, és aztán végül úgy is másképp lesz, hogy másképp kerül összevágásra, hogy azért, mert a te karaktered úgy értékesebb egy műsor számára, hogyha kidomborítanak valamit, ami egyébként a természeted egyik eleme, de mondjuk egy műsorban csak az kerül bevágásra, hogy te mondjuk, mit tudom én, veszekszel valakivel, vagy... Hát én, mint való világszereplő azért erről tudnék mesélni. Igen. Biztos vagyok benne, hogy el tudod képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy köszi, nem. És hát valóban nagyon komoly étkezési zavaraim is voltak, tehát hogy ez az egyik legkomolyabb problémám volt, hogy egyszerűen kontrollálhatatlan módon vagy faltam, vagy éheztettem magam, és egy ilyen... Még ez az alkatodon amúgy nem... Tehát én soha nem emlékszem egy dagat Steiner Kristófra. Ezt sokan mondják, de... Volt dagat Steiner Kristóf? Nyilván azért egy picit más, hogy a tévében, amit az ember lát, hogy nyilván ott vagy ültem a stúdióba, vagy egy ilyen eddig... Direkt olyat kérdez, bár asztal legyen. Így van, de azért a kollégáim a Vivánál nagyon aggódtak értem, hogy vagyok 55 kiló, egy hónappal később 80 kiló, aztán vissza 60-ra, aztán fel 85-re, és nagyon-nagyon megszenvedtem. Úgyhogy én csak annyit tudtam, csak egyszer lennék 85 kiló, de tényleg. Csak egyszer. De már mindenki más alkat, meg egyébként mindenki más mutat jól. Tehát én soha nem éreztem úgy, az hogy... Az biztos. Ez, ami rajtam van, de speciál rajtam nem mutat jól. Nincsen baj, tudom. Én lusta disznó vagyok, és ezért vagyok dagad. De hát ezt elfogadom majd. Én ebben is nagyon hiszek, hogyha valaki elfogadja azt, hogy én ilyen alkat vagyok, mert én így szeretek élni, menjen az edzőterembe az, akinek ehhez van kedve. Szerintem az úgy tud tök jól kinézni, tehát hogy... Én is ezt érzem, figyelj, nem az van, de mennék én, tehát úgy van, én néznék én ki jól, de ahhoz kéne edzeni, meg le kéne mondani a pacalról, és azt pedig nem. Mondjuk neked gondolom erről könnyen lehet. A pacal speciál, nem? De hát én sem edzek semmit.
És miért költöztél külföldre? Miért mentél külföldre? Miért nem élted meg a magyar álmot? Miért nem hoztál világra még egy magyart? Tehát, hogy miért mentél? Miért érezted azt, hogy neked ott jobb, és más országot gyarapítasz, mint szülőhazádat? Hát... elég sok oka van, de... kezdjük az ilyen legprózaibb, legegyszerűbb okokkal. Az egyik az időjárás. Tehát, hogy én egyszerűen... én tényleg... még ha minden a legnagyobb rendben lenne az országban, én akkor se tudnék egy olyan országban élni, ahol még nyáron sem biztos, hogy jó idő van. Tehát tényleg az, hogy 12 hónapból az a 3 hónap, amit nyárnak neveznek, még akkor is előfordulhat, hogy esni fog az eső és hideg lesz, én így egyszerűen nem tudom élni az életemet. Őrület, hát igazad van, tényleg, hát most na, sajnálom. Ilyen, ha emiatt nem vagyok hinnye. Kellőképpen magyar, akkor sorry. Nem emiatt nem vagy, igen. Nem, akkor nem. Mondom tovább. Légy szíves, hát csak még igen, tegyünk rá. A második, ami még szintén így a banális irányba hajlik, az a tenger iránti szenvedélyem és szeretetem. Tehát, felfogás kérdése, tehát ott a Balaton. Tudom, igen, ami gyönyörű és imádom, de az, hogy ülsz a nagy kékség előtt, és hogy amikor... ülsz a nagy zöldség előtt. Igen, tudom. Fokhagymás lángos illata, ugye, az 1500 forintos. Amúgy is imádom, de igen, az a baj, hogy és akkor itt belemegyek egy picit a mélyebb dolgokba, hogy nekem muszáj, pont az, amit a mi országunk, különösen a jelenlegi vezetés nagyon ellen, ez az a kultúrák keveredése. Engem pedig pontosan ez az, ami éltet és ami érdekel. Tehát, hogy én Izraelbe se csak cionista zsidókkal vettem körül magam, hanem én átjártam a palesztin területekre, nekem voltak baloldali zsidó barátok. Hát értjük, hát igazi hazaáruló vagy, tehát nem csak az a pózder, hát értjük, nem, persze. Én kőkeményen. Én egy hazaáruló plecsnit szeretnék kapni az állatot. Igen, szerintem ez egyébként megoldható hamarabb, tehát esélyesebb, mint egy Kossuth díj. Esélyesebb, én egy anti-Kossuth díjat. Én szerintem azt is, ha figyelj, szépen kéred, megadják. Lehet, hogy rólam kéne elnevezni, és Steiner Kristóf. Igen, aki külföldre megy és zsidókkal barátkozik, az kap egy Steiner Kristóf díjat. Még arabokkal is, mert... igen, ne tetézz, nem tudom, hány letilt minket a YouTube, igen, egy adott igen. Ponton. Hopsz, már. Mert robbannak fel a lámpa. Igen, tényleg ne tetézz. Kimentél Izrael, mikor lettél vegán? Mert ez egy... Nagyon hamar azután, hogy kiköltöztem. Tehát 2009-ben mentem ki, igen, gyakorlatilag akkor. De lépcsősen vega voltál előtte, utána vegán. Mondjuk el, mi a különbség a vega és a vegán között, mert hogy nekem sincs annyira... A vegetáriánus vagy vega ugye az, aki nem eszik húst, a vegánok pedig sem húst, sem tejterméket, sem tojást, illetve semmi olyat, ami állatok szervezet használatához kötődik. Tehát legyen szó mondjuk tolpárnáról, bőrcipőről, vagy akár mézről. Bőr a szőnyegem. Tessék? Bőr a szőnyegem. Nem mondod. De. De ilyen durván, de miért az állatok irány, a neárcs miatt van ez? Igen, de nem minden buddhista vegán. Tehát, hogy alapvető, az én motivációm a vegánság mögött az abszolút az állatok nem bántása. De egyébként a buddhisták nagy része nem is vegetáriánus, mert a buddhizmusban azt mondják, hogy az emberi lét elválaszthatatlan attól, hogy szenvedést okozunk másoknak. Tehát, hogy ha csak learatnak egy búzatáblát, akkor 1 millió bogárka meg egérke meghal, és hogy pont az a lényeg, hogy minden lénynek egyformán értékes az élete. Egy tehénnek, egy embernek és egy muslicának. Akkor te egy legyet se fújsz le réddel? Nem. Sőt, a szúnyogokat se csapom le, sőt, ha... ne adj Isten, nem tudom, csótányt találtunk a Tel Avivi lakásunkban, vagy most éppen állandóan ilyen ekkora imádkozó sáskákat a görögországi lakásunkban, akkor órákat... Dezodor öngyújtó! Nálam nem. Órákat kommandózok befőttes üveggel, hogy elfogjam őket, és kivigyem őket a szabadba. Én egyszerűen rettegek ezektől a lényektől, de hogy akkor, na, és akkor igen, tehát ez ebből a meggyőződésből, de ezt például tudod, hogy többek között az IKEA egyébként, ő árul olyan
tehén bőr szőnyeget, ami az elpusztult állatnak, tehát ő már amúgy is meghalt, és annak a bőrét. Ezek nincsenek ilyen, hogy mondjam neked, ilyen megoldások számodra? Tehát nincsen, amit azt mondod, hogy jó, tudom, hogy ez az állat, ennek a bőrét, ezt úgy, hogy ő már meghalt, vagy nincsenek ilyen kis kapuk? Tehát, hogy te ilyen... Kérdés, hogy hogy halt meg a tehén? Hogy mondjuk a húsipar áldozata volt, és vagy pedig hát igen. Megöregedett és meghalt. Tehát, és egyébként azért nincsenek nálam ilyen átmenetek, mert anélkül, hogy ne érts félre, anélkül, hogy bárkit megítélnék, vagy rossznak neveznék, nekem személyesen egyszerűen nem hiányzik, tehát nincs szükségem rá. Nincs szükségem bőrcipőre, nincs szükségem húsra. Tényleg több mint 11 éve folytatom ezt az életmódot, vagy értékrendet, és élek, és nem, tényleg őszintén mondom, hogy nem hiányzik, mert nagyon, nagyon hiszek abban, hogy tényleg nekem a fő szenvedélyem a sütés-főzés, és szerencsémre bármit, amit elképzelek, azt meg tudom valósítani növényi alapon. Figyelj, és az egyébként az miért para? Tehát a tojás, a tyúk az tojik, nem? Alapjáraton. Valóban, de egyszerűen ma már sajnos annyira drámai az, ami a nagyüzemi tojástermelést kíséri. Tehát, hogy nem akarok senkit ráerőltetni, de hogyha bárki úgy érzi, hogy oké, tudni szeretném, hogy ez hogy zajlik, és egy picit belenézünk abba, hogy vannak tartva ezek az állatok. És hogyha lenne, nem tudom, két csirkém, és azok történetesen tojnának, nem tudom, hogy lenne bármiféle erkölcsi problémám ezzel, de azt gondolom, hogy akkor se enném már meg a tojást, mert ahogy mondtam, egyszerűen nem hiányzik már. Tehát, De mondjuk az pont olyan a tojás, amit nem is veszel mindig észre egy ételben, adott esetben a panírban nem érzed ki a tojásnak az ízét, tudod? Igen. Tehát, hogy az egy olyan dolog, igen, akkor meg miért tennél? Tökre értem, tök jó, de hogy nincs olyan, nem tudom, hogy egy ilyen átmulatott buli után jó be vagytok bascsizva, és nem tudom, és eszel egy szelet pizzát, és másnap reggel fogom, ó, bazd, megettem egy pizzát, úristen, de nincs ilyen, tehát bármi történik, Kristóf, ő megállja, híró, és... Abszolút, és... Nem, egyszerűen mondom, tehát ugyanott, ahogy... ahol elmennék mondjuk gyroszt enni, ugyanúgy ott van falafel. Tehát akkor annyi, hogyha tényleg teljesen négy kézlát... De ugyanabban az olajkádba sütik, mint a rántott húst. Általában igen, de bevallom, hogy ezek engem nem szoktak zavarni. Tehát, hogy ez már nem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindennek kell, hogy legyen egy határa, mert hogyha elkezdenék ezekbe belemenni, akkor mondjuk például én hiába vagyok 100% vegán, nem vásárolhatnék mondjuk olyan szupermarketbe, ahol hús is kapható, hiszen akkor azt a céget támogatom, akkor is, ha én tofut vásároltam. Plusz, mit tudom én, honnan tudjam, hogy a taxicég tulajdonosa, amivel járok, nem-e mellékesen, mit tudom én, sertéstelepet üzemeltet, és tehát, hogy nem mehetek mindennek a mélyére, nem lökhetem félre a séfet, és mondhatom, hogy látni akarom a kanalat, amivel dolgozik, hogy ezzel nem nyúlt-e bele másba. Tehát én elmondom, hogy én 100% növényi alapon étkezek, innentől kezdve kénytelen vagyok rájuk bízni magam, mert nem akarom úgy élni az életemet, hogy állandóan rettegek, és másokat, meg saját magamat kellemetlen helyzetbe hozom. Szerintem mennyire laktok központi helyen egyébként Görögországban? Semennyire. Egy faluban élünk, ahol semmi nincs, egy darab taverna van, egy görög étterem, a legközelebbi kisváros 8 kilométer, ott van néhány étterem, két élelmiszerbolt, egy pékség, meg egy posta, bank az körülbelül olyan 40-50 perc autóútra van tőlünk legközelebb Galatasz kisvárosban. És ha rendes nagyvárosi közeget akarunk, akkor Nafplióba kell mennünk, ami hát egy közel két órás út. És egy gyakorlatilag egy lakatlan félsziget szinte. Tehát, hányan laknak ott? Nagyon kevesen. Körülbelül télen olyan 150 ember marad a félszigeten. A mi falunkban hatan voltunk, és többek között azért is, mert ez egy vulkanikus félsziget, és bár a vulkán most alszik, de nincs kialudt vulkánnak nyilvánítva, tehát időről időre vannak pici földrengések, meg sok esetben a biztosítók nem adnak biztosítást pont emiatt, hogy egy aktív tektonikus törésvonalon van,
és ezért is egyrészt nagyon olcsók az árak, másrészt ezért valószínűleg nem mindenki számára annyira kecsegtető, mint kiránduló útvonal, pedig elképesztő. Tehát tényleg a leggyönyörűbb érintetlen paradicsom. Terveztek bármikor is visszaköltözni? Hát azt beszélgettük, hogy ha egyszer majd gyerekünk lesz, akkor lehet, hogy egy kis ideig igen. Csak azért, hogy tehát én szívem szerint, hogyha gyerekem lenne, akkor azt csinálnám, hogy amíg lehet, addig otthon tanítanám. Uh-huh. Viszont abban a pillanatban, ahogy ő azt mondaná, hogy nem akar otthon tanulni, és gyerekek között akar lenni, természetesen azonnal partner lennék ebben. És ebben a helyzetben megkérdezném tőle, hogy hova szeretne menni. Tehát, hogy Görögországon belül költözzünk egy nagyobb városba, kíváncsi-e Izraelre, és akkor Tel Avivban egy egész más közegben nevelkedhetne, illetve természetesen mindenképpen azt mondanám, hogy Magyarország is opció. Hogy terveztek egyébként gyereket? Vagy hogy nyilván nem te fogod kihordani, van egy érzés, hogy nem rontanád el az alakodat. hogy hol? Itthon, ott örökbe fogadni? Ez nálunk semmiképpen nem egy ilyen frissen napirenden lévő pont. Tehát sokat gondolkodtam, sokat beszéltem már a gyerekvállalásról. Elsősorban azért, mert általában az újságok mindig rákérdeznek. Tehát teljesen mindegy. Hát már holnap azért 40 vagy, nem? Hát, tehát, hogy igen, azért, igaz, azért már hát igen, meg kell mondani, igen, igen. Kicsit úgy érzem magam, mint Bridget Jones, tudod. És egyébként nem jelzem ezt, tudod, hát most hanem már kettőt kellett volna szülnöd, ha nő lennél. Akkor mikorra tervezitek? Én ilyen 25 éves korom körül nagyon kész voltam arra, hogy gyerekünk legyen. Aztán ugye szétment az ex-házasságom, és akkor nagyon boldog voltam, hogy nem lett közös gyerekünk, mert amúgy is elég nehézkes volt a szétválás, és én tényleg én csak a legszebbeket, meg a legjobbakat kívánom neki. És ott volt harmadik? Mármint, hogy aki így bekerül a képbe, uh-huh. Érted? Vagy aki úgy ott van. Nem, tehát aki miatt is szétmentetek. Vagy egy átlagos szombat este. Ja, igen. Igen. Hát ugye B héten. Nem volt harmadik. Egyszerűen... Én állandóan idegesítettem már őt, és ő kapott ideg összeroppan. Hát... De egyszerűen nem működhetett tovább a történet. Én mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok kellőképpen értékelve, és hogy lehetne velem sokkal kedvesebb. Ő pedig úgy érezte, hogy én lehetnék sokkal odaadóbb a mi közös ügyeinket illetően, és támogathatnám jobban az ő orvosi karrierjét azzal, hogy én mondjuk nem mondok igent feltétlen felkérésekre, hanem otthon maradok és gondoskodok mindarról, amiről ő nem tud, amíg a kórházban van. Tehát, szóval nagyon örültem, hogy nem lett közös gyerekünk. De visszatérve a baba projektre, igen. Ilyen vonal, ahol azt mondanám, hogy már nem jó gyermeket vállalni. Azt pontosan tudom, hogy a következő néhány év során, ha csak nem tesz rá valaki egy gyereket Mózes kosárban a küszöbünk elé, akkor inkább még maradnék kettesben a Nimivel. Uh-huh. Mindenkitől megkérdezem, így hát tőled is megfogom, hogy hol látod magadat 10 év múlva? Hol látjuk Steiner Kristófot? Mi lesz veled 10 év múlva? 10 év múlva leszek 48 és igen, fél éves. 50-et taposod, igen. Uh-huh. Valószínűleg egy kicsit kevesebb hajam lesz, valószínűleg egy picit több ráncom lesz. Amit egészen biztosra tudok mondani, az tényleg kizárólag az, hogy minden rendben lesz. Akármit hoz az élet, legyen szó, ne adj Isten, újabb járványokról, legyen szó, ne adj Isten arról, hogy kitört a vulkán és el kell mennünk onnan, vagy ne adj Isten akár arról, hogy lehet, hogy nem leszek életben. Minden abszolút oké lesz úgy, ahogy van. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy
a legrosszabb, amit el tudok képzelni azzal kapcsolatban, hogyha meghalnék viszonylag fiatalon, akkor az, az lenne, hogyha az emberek azt mondanák, hogy jaj, szegény, olyan fiatal volt, még annyi még minden vár volna. Rá, és igen, szóval tényleg én aztán tényleg egy olyan életet élek és éltem, amire nagyon őszintén mondhatom, hogy szívesen csinálom még tovább, még 50-60 évig is akár, de hogyha ha holnap vége, akkor sincs semmi olyan, amire azt mondanám, hogy bárcsak még ezt, vagy azt, vagy amazt véghez ihettem volna. Azt gondolom, hogy ennél tökéletesebb végszó nem lehetne. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek a mai részt is. Mindenféle elérhetőséget megtaláltok lent itt a videó alatt, Kristófnak a YouTube csatornáját, Instagramját, az én Instagramomat. Úgyhogy találkozunk jövő héten minimum. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nekem, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon köszönöm, hogy itt legyetek jók. Sziasztok! Sziasztok!